szeptember 22-én ünnepeljük az Orszarvúk világnapját. Ennek kapcsán idén is szeretnénk felhívni erre a fajra egy kicsit a figyelmet, vagy ráirányítani a figyelmet. Ugye egy különlegesen veszélyeztetett fajról beszélünk. A 70-es években Tanzániában 10 000 példány élt, és 95-re ez 32-re lecsökkent. És a 90-es évek közepétől indult el egy ilyen különböző betelepítéseknek köszönhetően, és fajvédő programok indításának köszönhetően egy pozitív változás, de ez az idei évre is csak 200 körülig jutott. Tehát egy szinte visszafordíthatatlan folyamat ez, amiben igazából mindenkinek ki kell vennie a részét, így nyilván az állatkerteknek is. Azért a tanzániai példát mondom, mert hogy nekünk ugye Tanzániában vannak különböző fajvédő programjaink. Tavaly tavasszal indult el egy ilyen közös munka Tanzániában az Mkomazi Nemzeti Parkkal. Ott bekapcsolódtunk egy fajvédő, edukációs és vadvédelmi projektbe is. Az ottani kollégákkal egy szinte napi kontaktunk van, és az ő munkájukat segítjük többféle módon. Még az idei évben is vannak tervek, hogy orszarvú visszatelepítésekre kerüljön sor Afrikába, hozzájuk konkrétan nem, de ezen is dolgozunk évek óta, hiszen van több olyan európai állatkert, ahonnan kerültek például Mkomaziba is orszarvúak vissza, és ezáltal is tudott az egyetszám nőni. És ami nyilván jó hír, hogy folyamatos szaporulat is van náluk, tehát hogy nem csak a betelepítésekre kell nekik hagyatkozniuk, hanem minden évben van szaporulat is. Győrben 2019 óta 3 orszarvú él, és a tőlük, belőlük szerzett tapasztalatokat is nagyon jól tudjuk hasznosítani ezekben a külső terepi munkánkban. A legidősebb, Európa legidősebb orszarvúja Mana, 42 évével. Ő az egyetlen 3 közül, aki külön szeparálva éli a mindennapjait egy saját kifutóba, de mind a 3 orszarvúnak igazából van egy saját kifutója. A Vanda és a Dajó viszont együtt töltik nagyjából a napjaikat, de azt lehet tudni az orszarvúkról, a keskenyszájú orszarvúkról, hogy ők viszonylag magányos életet élnek, tehát hiába vannak együtt, most is láthattuk lenne a kifutóba, hogy ugye van egy hatalmas kifutójuk, de nem mindig együtt töltik a napjaikat, részüteiket. Hétvégének ugye csak egy szelete lesz ez az orszarvúk világnapjához történő csatlakozás, hiszen Győrben ezen a hétvégén minden Madagaszkárról szól a színház révén, és ehhez próbáltunk mi is csatlakozni olyan programokkal, amik a Madagaszkár meséből, vagy ebből a hangulatból egy kicsit átültethetőek, és hát ennek kapcsán várjuk a látogatókat mindenféle olyan programokkal, amit nem feltétlenül szoktak lenni egy normál hétvégén. Nyilván a fókusz az főként ezeken az állatokon lesz, amiket a mesékből is ismerjük, az ebrákon, a zsiráfokon, a pingvineken, a gyűrűs farkú makikon, és hát ilyen látványeltetésekkel is készülünk, amik nem szokványosak, nem mindennaposak nálunk sem, a látogatók testközelből figyelhetik meg akár a zsiráfok látványeltetését, őket etethetik is ennek kapcsán, vagy gyűrűs farkú látványeltetése is ugyanilyen különleges program lesz. De természetesen délután 2-kor egy orszarvú látványeltetés is fogunk tartani, ami szinte egy ilyen nagy ritkaság számba menő program nálunk.